Fotón az egyik legmagasabb bírságot kapó sofőr iregszemcsén hajtotta a megengedett legnagyobb sebesség több mint duplájával, ráadásul záróvonalat átlépve előzött, ezért 130 ezer forintot kellett fizetnie. A rendőrök múlt héten napokon keresztül vadásztak gyorshajtóra az utak mentén, nem csak Tolnában, hanem országszerte. Tolna vármegye is csatlakozott az akcióhoz, melynek során 550 gyorshajtóval szemben intézkedtek, közülük 293 járművezetőt állítottak meg, akik ha kisebb mértékű gyorshajtást követtek el, akkor helyszíni bírságot kaptak, abban az esetben, hogyha a gyorshajtás mértéke magasabb volt, akkor 30 ezertől 300 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtották őket. Ezen felül számos olyan járművezetővel szemben is eljárást kezdeményeztek, akiket ugyan nem állítottak meg, de a közeljövőben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből, vagy pedig Vasvár megyéből várhatják majd a közigazgatási bírságos csekket. Az akciót egy országos program keretében hajtották végre. A cél az volt, hogy a gyorshajtókat szűrjék ki, a balesetek nagy része ugyanis miattuk következik be. Országosan sok-sok ezren akadtak fenn a hatóság hálóján. Az elmúlt héten tartották meg az ország útjain a Speed elnevezésű fokozott ellenőrzést, amelynek során a gyorshajtókat akarták a kollégák kiszűrni a forgalomban. Ennek keretében közel 20 ezer emberrel szemben indítottak eljárást, vagy bírságoltak meg a helyszínen az ország rendőrei. A rendőrség szóvivője azt kéri, hogy aki volán mögé ül, minden esetben tartsa be a szabályokat.